48 múlt, migrációval folytatjuk a ma reggel. 60-70 ezer bevándorló áll készen arra Líbiában, hogy akár azonnal útnak induljon a tengeren keresztül Európa felé. A földközi tenger középső vidékén továbbra is Lampedusa szigete az elsődleges célpont, Afrika nyugati részén pedig a Kanári-szigetek. Sem az olasz, sem a spanyol kormány nem lép fel jelenleg erőteljesen a bevándorlással szemben. Európai megoldást szeretnének ki már 6 éve. Most egy rövid összefoglaló után. Elemzéssel megyünk majd tovább. Migránsok százai érkeznek naponta a Kanári-szigetekre. Az afrikai bevándorlók jelentős része itt köt ki, köztük nagyon sok a fiatal férfi. A helyi vezetés korábban úgy döntött, hogy mivel a járvány miatt turisták úgy sincsenek, az üresen álló szállodákban helyezik el őket. Bár a bevándorlók egy részét közben már átszállították táborokba, a szigetcsoport polgármestereit egyre inkább aggasztja a helyzet. Azt mondják, attól tartanak, kevesebb vendégük érkezik majd, ha a szigetek megtelnek bevándorlókkal. Már voltak olyan utazásszervezők, akik nem reagáltak túl jól a hírre, hogy a szállodákban látjuk vendégül a bevándorlókat, mondja az egyik polgármester. A helyiek sem örülnek az újonnan érkezett idegeneknek, azt mondják, sokat romlott a közbiztonság. Sok rablás támadás történt, ismerünk olyanokat, akiket közvetlenül érintett. Vannak, akik négyszer porul jártak ugyanazon az éjszakán, mondja az egyik tengerparti étterem tulajdonosa. A turizmus miatt aggódik az olasz Lampedusa vezetése is. ha sziget azt szeretné, ha az embereknek nem az jutna eszébe róluk, hogy migrációs hotspot, hanem az, hogy egy népszerű turisztikai célpont csak hogy az utánpótlás folyamatosan érkezik délfelől, csak a múlt hétvégén 2000 migráns kötött ki itt, a napokban pedig újabb csoportokra számítanak, Afrika felől ugyanis továbbra is aggasztó hírek érkeznek. Líbiában jelenleg a becsült adatok szerint legalább 900 ezer migráns várakozik, Ebből mintegy 60 ezeren már elérték a tengerparti területeket, és bármikor elindulhatnak Olaszország irányába. Erről írt néhány napja a v 4 a Nemzetközi Hírügynökség emlékeztetett arra is, hogy az olasz kormányfő már rendkívüli konzultációt hívott össze a helyzet kezelésért felelős miniszterekkel, hogy kitalálják, hogyan kezeljék az újabb migráns hullámot. Mihelyt visszatér megint a jó idő, uh, itt Valóban tömegével fognak megérkezni az emberek. A válság egyre mélyül, ráadásul a jó idő is hatással lehet majd a tömegek érkezésére. Erről beszélt az M1-en Szomráki Béla, Olaszország szakértő. Hozzátette, Lampedusa és Szicília egyedül nem tudják megoldani a problémát. Nem csak az olasz partoknál élők érzik úgy, hogy egyedül maradtak a migráció terhével. A szárazföldi útvonalon is egyre aktívabbak a migránsok, így a magyar határ oldalán élők is aggódnak. Egyik felül kiviszik őket, másik felül bejönnek. A horgosiak azt mondják, ahogy egy csoport elmegy a faluból, az embercsempészek azonnal hozzák a következőt. A bevándorlók ráadásul otthon érzik magukat a településen, már a hatóságoktól sem riadnak meg. Nem félnek senkit is, mennek be mindenfelé. Már hentes be is mentek be, hogy mennek oda, hogy konnektoros ráadnak is, akkor tűnik a telefonjukat felé. Magyarország déli határánál nő a nyomás. Csak szombaton 300 migránst fogtak el, vagy állítottak meg a hatóságok. A vasárnap sem telt nyugodtan. A teljes déli határszakaszon, Baranya megyében, Csongrád Csanád megyében és Bács-Kiskun megyében is volt dolguk a rendőröknek. És akkor most nézzük a részleteket, hogy a stúdióban Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár. Jó reggelt, professzor úr! Jó reggelt kívánok! Nézve az eseményeket, és azt, hogy Lampedusa polgármestere úgy vélekedett, hogy Brüsszel és Róma is magára hagyta őket, segítséget nem tudja honnan várjon. Lenne egy-két tippem, de hát én nem vagyok politikus. Majd hozzátette azt is, hogy nekem dömping, is lenne egy-két tippem, igen. Döping, Dömpingre számít a nyáron migráns viszonylatban Afrika felől. Ennek ellenére Mária Drági, az olasz miniszterelnök a május uniós csúcsra úgy megy, hogy van egy terve, de abban benne van az, hogy a befogadó kikötőket ki kell jelölni. Változott valami? A válasz az, hogy nagyon sok minden igen és nagyon sok minden nem. Kezdjük az elején. Mi volt itt a bejátszásból, hogy lampedusa elárasztják? Igen. Miért? Mert ez a földközi tenger déli részérévő olyan sziget, amelyik nem csupán Olaszország része, hanem az Európai Uniónak is. Magyarul, aki bejön Lampedusára, az az Európai Unión belül van. Második megjegyzés. Itt elhangzott sok minden Líbiáról. Tökéletesek az adatok, de azért néhány dolgot látni kell. Egy. Most 20-án megy az Európai Unió illetékes biztosa és a olasz belügyminiszter Líbiába, hogy megtárgyalják, hogy ne engedjék át a migránsokat. Most 700 embert visszafordítottak, de hát a 700 ember, az ott lévő ember tömeg egy ezreléke, második megjegyzés. Ö, annyit látni kell, hogy a líbek, folyamatosan hazudnak Brüsszelnek. Mindig sokkal több migránst mondanak, mert sokkal több pénzt akarnak. Ha figyelembe veszem, hogy Líbiában van a világ egyik legjobb kiolaja, ha figyelembe veszem, hogy az ország fantasztikusan gazdag, a polgárháború mindent szétvert, akkor azt kell mondanom, hogy egy olyan fúz meg, eresz meg játék folyik, aminek nem lehet tudni a végét. Következő. Itt elhangzottak olasz javaslatok. Elnézést, én emlékszem arra, hogy pár évvel ezelőtt a g 7 csúcson az akkori olasz miniszterelnök Conte azt mondta, rendkívül egyszerű a helyzet, folytassunk hírszerzést a földközi tengeren, megtették, nézzük meg az idejövő hajókat, fogjuk el őket, süllyesszük el és én hozzátettem, zseniális, és a migránsokat küldjük vissza. Amikor a második hajót elsőjeztem, és a migránst visszaküldöm, a harmadik hajó nem indul el. Itt elhangzott a Kanári-szigetek, elnézést, szétverik a turizmust, ahogy Lampedusa esetében is. Ezek csodálatos helyek. Ettől kezdve, hogy migráns tömegek vannak ott, turista nem fog oda menni. Utolsó megjegyzés, amit ön mondott, Drági. A Drági javaslat az, az, hogy fogadjuk be a migránsokat. Bocsánatot kérek, Olaszországnak haditengerészete, csendőrsége, rendőrsége van. Miért nem tudják meg állítani ők a migránsokat. Amikor most fölhívást tettek közé, hogy az Európai Unió fogadjon be migránsokat, négy ország válaszolta, hogy hajlandó erre, a spanyol, a francia, a portugál és a Románia rajtuk kívül senki. Utolsó, bocsánat. A Drági azt mondta, hogy tudja, hogy nem lesz sikeres most a EU csúcs, mert Németország választásokra készül, és Németország nem fog belemenni abba, hogy migránsokat befogadjanak, mert aki ezt teszi, az a választásokon rosszul szerepel. Professor úr az előbb említette a hajó és módszerét, amit Giuseppe Conte előző olasz miniszterelnök is javasolt. Ez az ausztráloknál bejött? Ausztráloknál rendkívül egyszerű, egy kormányon van. Ez a kormány Ausztráliát felügyeli, körbevették Ausztráliát haditengerészeti erőkkel, ember nem jöhet be. Az jöhet be, akit ők beengednek. Pont, rendkívül egyszerű, USA. Az Egyesült Államokat két óceán védi, ahonnan itt bejöhetnek emberek, papíron Észak-Kanada, de ez teljesen más, és délről a mexikói határ. A mexikói határt elkezdte a Trump erősíteni, most a Bideni politika más. De egy irány van. Európa esetében rengeteg irány van. Itt a spanyol irány itt az olasz irány, itt a balkán irány, tehát lehet sorolni, és ezeket meg kellene védeni egyszerűen a Európai Unió külső határait. Amikor mi kerítést építettünk, mindenki nekünk jött. Jelenleg sorra építi mindenki a kerítést, és mit ad Isten már Brüsszel nem megy nekik. És kiderült, hogy az Európai Uniónak sajnos egységes migrációs politikája nincs. Tudom, hogy nem ide tartozik. Tegnap a német tévében ment egy film a mostani izraeli-palesztin háborúról, ahol azt mondta az újságíró, én azt nem elájulok, hogy megnézte az Európai Unió honlapját, és a legutolsó bejegyzés a közel 2014-es. Nem kell kommentár. Mi Barnier az Európai Bizottság, előző bizottság Brexit ügyi főtárgyalója volt, emlékszünk rá jól most, francia politikusa címe, ugye nincs a Unióban tisztsége, meglepő dolgot mondott a nap Azt mondta, hogy szerinte öt évre, öt esztendőre fel kell függeszteni a migránsok beengedését Európába. Na de, Uniós politikusként a száján kiderült ilyen. Mihely nem uniós politikus, már mondja, ez hogy van? Úgyhogy az ülésponton meghatározza az álláspontomat. Rendkívül egyszerű. Mivel jövő évben Franciaországban államfőválasztás lesz, és utána óriási cserék a politikában, ő is szeretne valamit ebből a tortából megkapni. Brüsszeli politikusként ezt nem merte és nem tudta kimondani. Francia politikusként megpróbálja, de a francia belpolitika rendkívül árnyalt. A második. Megteltem, hogy öt évre azt mondom, hogy migráns nem jöhet be, de akkor meg kell mondani, hogy politikai migráns bejött. Igen, nem, családegyesítés lehet, igen, nem. Ma a migráns sok, több mint 90% a gazdasági migráns. De a jelenlegi helyzetben migráns áradat várható a közelkeletről, keletről abban a pillanatban, hogy valamilyen módon rendeződik az izrael és Hamasz közti konfliktus. És Afganisztánból, egy utolsó megjegyzés, elnézést, mi volt az amerikai politika? Mi a tálibokkal soha nem fogunk tárgyalni? Jelenleg folynak a tárgyalások. A professzor úr említette, a Luciana Lemur Gézeg, az belügyminisztérium, és Ilva Johansson, aki a Unió belügyi biztos, valóban észak afrikában megy, hogy rávegye az ottani vezetőket, hogy ne engedjék ki a migránsokat. Üljenek le és tárgyaljanak. Tudja, mi jutott eszembe, professzor úr? Amikor az oroszlán azt mondja az Antilopnak, hogy fel akarom magát falni. Mire az Antilop azt mondja, kérem ne üljünk le, beszéljük meg. Lehetséges ez? Én nem tudom, hogy az antilop és oroszlán beszélik e ugyanazt a nyelvet, de amit jelenleg a Európai Unió hirdet Líbiával szembe, az eddig soha nem jött be. Líbia elfogadta a pénzt, elfogadta hajókat, minimális dolgot megtett, annyit, hogy idézi el be az oroszlán bajszát, nem nagyon bántsa, de többet nem. A másik megjegyzés, azért Líbiánál látni kell, hogy a déli határai nyitottak. Tehát itt óriási pénz kellene ahhoz, hogy a libiai határokat lezárják, és fekete Afrikából a migránsok ne tudjanak bejönni. Következő, soha nem mondjuk ki, hogy a Líbiába bejött migránsok jelentős részét dolgoztatják, megerőszakolják, kiasználják, rabszolgasorba tartják, tehát ez egy csomag része, és mi egyetlen elemről beszélünk, hogy Líbia északi partjairól ne induljanak meg a migránsok. De ez a folyamat utolsó része. Ez ugyanolyan, hogy aki eljut Afganisztánból Boszniá is, azt mondom, menjen vissza, az azt mondja, hogy ha megtettem x ezer kilométert, a hiányzó két vagy háromszázat valamilyen módon meg fogom tenni. Tehát egy egységes Európai Uniós politika kellene, ami nincs. Professzor köszönöm szépen. Én köszönöm szépen.